Mit fest meg a jót, ha lugorodat a burgonyát? És mindezt kinagyítva, egyszerű fénymikroszkóppal és vizsgáljuk meg. Burgonyából kaparékot szedek, szike segítségével, vékony kaparékot gyűjtök, a tájban az le. Egy kicsi-kicsi vizet teszek hozzá, és pár csepp vizet, egy csepp vizet, és jó oldattal, egy csepp jó oldattal kezelem, megfestem. Ugye a burgonyának a nagy részét, mivel laktározó alapszövetből áll az egész felépítése, keményítő szentség foglalják el. És ezt a keményítőt megfestve vizsgáljuk a fénymikroszkóppal, amely bemutató mikroszkóp, és lehet látni kivetítve is, tehát az egész osztály láthatja. 6. 7. osztályosoktól felfelé ajánlott kísérlet. És lehet, hogy ilyet is megkísérjük. Tehát keresünk részletet. A mikroszkóp szemlencse, amivel most éppen nézek, és tárgylencséből áll. A tárgyasztal fölött rögzíthető a tárgylemez, és fölötte pedig a tárgylencse. A szemlencse és a tárgylencse szorzata adja a nagyítás mértékét. És akkor a sok kis pici sötétkék, majdnem fekete kristályszemcsék láthatóak, amelyek a megfestett keményítőt hatalmazzák, mutatják. Látható, hogy most keresünk egy tisztább vízt. Sok-sok, tömören van. Tisztább vízt, akkor vékony egy sejtsoros keményítő szemcséket láthatunk. Megfestve. Tehát a nagyon érzékeny színreakció a jóddal, a keményítő, sötétkék, majdnem fekete színű színreakcióval él, és ezeket a kis mikroszkópikus zárványokat, listájukat nagyítjuk. Élesen látható-e? Itt az alapszövetben részében ott vannak a keményítő szemcsék. Mindig a sötét kis szemcsekkel. Itt látunk egy szép csikonatot. Festés nélkül is láthatóak, csak akkor látszanak a kis pöröcskék is, a kis koncentrikusan egymásra épülő kis rétegek. Elég éles. Ugye nem azért nagyon az ilyen, hogy így most éles a gyerekeknek, mert nekem a élesség az nem olyan az. Éles, ugye? Mert ezek a keményítő szemcsék megfestve, sötét színűre, viszont festés nélkül, és akkor teszek olyat, hogy a festés nélkül lesz. Segítségével, ugye a tárgyasztal mozgatható, állítható,
behozunk egy olyan részletet, ahol festés nélküli szentség is lesznek. Sötétebb kép, illetve a sötétebb kép.